November 12-től kezdték a postások kikézbesíteni a nyugdíjprémiumot. Ez egységesen minden érintettnek 80 ezer forint plusz bevételt jelent. Összesen 2,5 millióan kapnak jelentős támogatást a karácsonyi ünnepkör előtt nem sokkal. A bátaszéki Kajtár Veronika tudja már, hogy mire fogja költeni. Elsősorban nagyon örülünk neki, hogy kapjuk, mivel mindenkinek jól jön a pénz. Az is megvan, hogy mire költjük. A lakásfelújításra. Orbán Viktor miniszterelnök októberben jelentette be, hogy novemberben minden nyugdíjasnak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek jár majd a 80 ezer forintos prémium. Mint mondta, a gazdasági mutatók növekedése megengedi ezt, ráadásul a növekvő infláció is indokoltá teszi a miniszterelnök szerint. Dombováron is sokan örülnek a plusz pénznek. Neki mindenki biztos. Igen, hát egy kis nyugdíjemelés, igen, csak hát azért... Szerintem, hogy meg kellene emelni a nyugdíjat mindenkinek egy magasra, mert soknak nagyon kevés a nyugdíja. A Magyar Államkincstár adatai szerint idehaza az átlag nyugdíj összege havonta körülbelül 150 ezer forint. Most viszont közel 100 ezer forinttal kapnak többet a különböző ellátásokra jogosultak.